Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A jövőd titkai, így hívom ezt a jóslást. Ahogy ez a kislány úgy figyelgeti az eseményeket, meg kíváncsi arra, hogy mi történik nála a jövőben, így van most nálunk is, és megnézzük azt, hogy mi változik. Mi lesz a jövőben? Milyen változások lesznek? A jövőd titkai. Ez egy általános jóslás, de megvan arra lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ezt én a bolygók szerint alakítottam ki. Itt felül megjelenik a te jelenlegi helyzeted, ez Merkur bolygó hatása, milyen cselekvések vannak, milyen változások lesznek, milyenek a kapcsolatok, erre utalnak a kártyák. Itt a nap jelenti a te kisugárzásodat. Mások észrevesznek téged, meg lesz az elismerés. A nap segít abban, hogy tisztán lásd a dolgokat. És itt az uralkodó jelentheti azt, hogy uralkodsz a helyzet felett, uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett. De ez az uralkodó azt is jelentheti, hogy valaki megpróbál uralkodni feletted, parancsolgat neked. És a nap megvilágítja ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét, tisztán látod a dolgokat. Lesz egy szerencsés fordulat, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Meg lesz a bizalom, hiszen minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva. A csillagok utalhatnak egy spirituális területre, ahol megvannak a sikerek, és uralkodsz e felett a terület felett, mert ez a hivatásod. És most megnézzük Vénusz bolygó energiáját, ami kihat a szerelemre. Itt látható egy fiatalabb férfi, de ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, hogy utal egy új kezdetre, akkor is, ha idősebb, mint te vagy. Lehet, hogy megvan a fiatalos kisugárzása. Vannak nála ötletek, és vannak nála tervek. Közeledik hozzád, de még kicsit bizonytalan. Mint hogyha ő el akarna ezt neked mondani, hogy mi a terve, veled kapcsolatban, de kíváncsi a véleményedre. És most megnézzük a mi földünket, ami jelenti a biztonság érzetét, meg azt is, hogy mit tudunk megvalósítani. Itt az érmék láthatóak, ami szintén a föld elemét jelenti, itt egy hangban van a kártya a mi földünkkel. A terveket meg tudod valósítani, hiszen lesz egy új kezdet. Ez a kártya jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. Ez az idősebb férfi szimbolizálja a múltat, a gyermek a jövőt, és ez a házas pár a jelent. Ők állnak középpontban, és pontosan ez a fontos, hogy a jelent éljük. Mars bolygó energiája jelenti a férfiakat, vagy az életerőt, amennyiben ő esküszik valamire, megbízhatsz a szavában. Itt ez a főpap jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet is, ahova be tudod fektetni az energiádat. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, hol van a szerencse? Ez a szerelem. Ehhez a kártyához nem kell sok mindent hozzáfűznöm.
Szaturnusz bolygó kihat a sors utunkra, és tanít bennünket. Hol van a házi feladat? Hol leckésztett meg Szaturnusz bolygó? Az itt a képen látható a halál kártyája, és ennek egy szimbolikus jelentése van, valamit be kell fejezni, valamit el kell engedni, valamit le kell zárni. Uránusz bolygó az jelenti a változásokat, hol lesznek változások. Itt a főpapnő őrzi a sorsok könyvét. Legyen meg a bizalom, hogy ott lesz változás, ahol ez kell, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Az is lehet, hogy érdekel téged a spirituális terület, és itt lesznek változások, hiszen lezársz valamit, például a munkahelyedet, és akkor ezen a területen tevékenykedsz. Neptun bolygó az jelenti az álmokat, te arról álmodsz, álmodozol, hogy ő közeledik, vagy hogy valaki visszatér a múltból hozzád. Az ő álma, hogy sikerei legyenek, hogy ő álljon a középpontban, hogy mások csodálják őt. Plutó bolygó az jelenti a belső erőt, ezt a hatalmat, és itt látható az erő, és ez egy hangban van Plutó energiájával. Ez nem csak azt jelenti, hogy véded magadat, mert kimutatod az erődet, hanem megvan a belső erőd, a hited, hiszen tudod, érzed, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében meg van írva. Itt lesz beszélgetés, jólét, megbízhatsz benne, itt a szerelem, valamit lezársz, lesz egy új kezdet, ő közeledik hozzád, és nála lesznek sikerek. És ez volt a jóslás, a jövőd titkai. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!